Agrohét, a hét agrár hírei. Az idei szántóföldi bemutatók a vírus helyzet miatt elmaradtak. Hűséges követőink számára azonban online kínálunk megoldást, hogy a legfrissebb technológiákról tájékozódhassanak. Ezt a célt szolgálta az FMC-vel és stratégiai partnereivel két helyszínen forgatott bemutató, melyből a Sárszentmihályon látottakat foglaltuk Agrohét című híradónk jelentős részébe. Az Agrárminisztérium újabb jelentős támogatási keretet hirdet meg, ezúttal az állattenyésztők számára. Továbbra sem mehetünk el szó nélkül az áprilisi fagyok hatása mellett. Ezúttal Somodi Ferenc gyümölcstermesztő számolt be tapasztalatairól. De szó lesz még a sága integrálásáról és az integrált növényvédelemről is e heti híradónkban. Törös Ramóna vagyok, lássuk a heti témákat! Az Agrárminisztérium az állattenyésztési ágazat számára mintegy 50 milliárd forint értékben pályázati csomagot hirdetett. Dr. Nagy István agrárminiszter bejelentéséből kiderült, hogy a megpályázható összeg felső határát 500 millió forintról 2 milliárd forintra emelték. Az állattenyésztés számára mintegy 50 milliárd forintos értékben írunk ki pályázati lehetőségeket. 500 millió forintról 2 milliárd forintra emeltük föl a megpályázható összegnek a felső határát. Ezzel egy olyan intenzív támogatást tudunk lehetővé tenni, hogy azok a stratégiai beruházások, amelyek importot váltanak ki, amelyek a technológia megújítását, a versenyképességét tudja javítani, azt el tudjuk érni és meg tudjuk valósítani. Arra biztatjuk az agrárgazdaság szereplőit, hogy közös erővel és felelősségteljesen tervezzék a jövőt. A jó válasz a vírus utáni időszakra minden cég életében az, hogy fejleszteni kell. Az FMC AgroHungary Kft. Szervezésében idén sem maradnak el a szántóföldi bemutatók. Ugyan a jelenlegi helyzet miatt az online térben tekinthetik meg ezeket az érdeklődők, de mindenképpen érdemes részt venni ezeken a különleges szakmai napokon. Sárszentmihályon vagyunk, a Ságmező Kft. Telephelyén, és egy bemutatót, egy online szántóföldi bemutatót készítünk, és Fazekas Károly áll mellettem, kereskedelmi igazgatója a FMC AgroHungary Kft.-nek. Karcsi, mi az apropója, hogy mi most itt ennyien összejöttünk, és egy online bemutatót készítünk nektek? Ilyenkor a célok között nagyon sok dolog eszébe juthat az embernek. Az is egy cél lehet ilyenkor a személyes rendezvényeken, a személyes szántóföldi bemutatókon, hogy a partnereink egymással találkozzanak. Hát ez most sajnos ugye ebben az évben nem tud megvalósulni, így egy másik fontos célt próbálunk kitűzni, hogy ebben az évben is megvalósuljon az, hogy az új termékeinkről új információkat juttassunk el hozzájuk, vagy éppen a már korábban jól ismert bevezetett növényvédelmi megoldásainkat is ebben az évben is ebben a elég sok kihívással, időjárási anomáliákkal tűzdelt évben is be tudjuk mutatni azok számára, akik használják, vagy éppen azok számára is, akik ezeket a termékeket még nem használták. Továbbá be tudunk mutatni eltérő helyszíneken, eltérő dózisokkal végrehajtott növényvédelmi kezeléseket. Ugye az FMC Agro esetében egy elég széles gyomirtószer palettáról van szó, ezeket talán látványosan be lehet mutatni. Továbbá igen széles körben használtak rovarölőszer készítményeink, mind a tavaszi időszakban, mind a nyári időszakban ezekről is lesz szó. Stratégiai partnereink is részt vesznek ebben a munkában. Vetőmagvonalon a magas genetikát képviselő KVS, mint stratégiai partnerünk vesz részt, illetve a saját növénykondicionáling levéltrágyáink mellett a Headland által forgalmazott, de szintén FMC gyártásban készülő levéltrágyák is bemutatásra kerülnek. Takács Gáborral bejöttünk ide a parcellába, ugye a kontroll kint van, majd megnézzük. Itt vagyunk benne a kísérleti területen. Először egy kicsit, Gábor, a gyomírtásról beszéljünk. Ugye te idevalósi vagy, Veszprém megyei területi képviselő vagy az FMC-nek. Hogy sikerült a gyomírtás ezen a területen? Igen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Magáról az FMC gyomírtás, a gabona gyomírtási portfóliójáról annyit szeretnék mondani, hogy ugye nagyon széles gabona gyomírtási portfólióval rendelkezünk. Igazából mindenféle technológiákkal rendelkezésre állunk, magrók elő, egy és két szikűek ellen, évelők ellen, korai védekezésre, későbbi védekezésre, speciális gyomok ellen is van megoldásunk. Ezen a bemutató területen a Pointer Star gabonagyomírtószert választottuk. A
gyomirtás szerintem tökéletesen sikerült, tiszta az állomány, megfelelő volt az időzítés, megfelelő volt a gyomirtószer választás. Ugye magáról a gyomokról, ami miatt ezt a Pointer sztáros kezelést választottuk, azért történt, mert elsősorban a T4-es gyomok találhatók itt meg a területen, ugye ezek a tavaszi kelésű gyomnövények, tehát parlagfű, fehérlibatóp, vadkender volt a fő gyomnyomás itt a területen. A következő témánk a vetésfehérítő, ugye idén elég sok helyen lehet hallani, kártételt okozott. Ott a kontroll területen találtunk is vetésfehérítő lárvát, egy szép kifejlett példány zabálja itt a levelet, ahogy ezt látjuk. Ezt mindjárt meg is mutatjuk, egy picit, ha közelebb teszed. Tehát látjuk a kártételét, ugye, a levélen, amit a fehérítésnek hívjuk. Így van. Az idei év időjárása a száraz időjárás miatt és a hektikus hőmérséklet ingadozások, tehát hidegebb és enyhébb időszakok változása miatt gyakorlatilag a vetésfehérítő bogarak, tehát az imágók rajzása is elhúzódó volt. Jó hatékonysággal akkor tudtunk idén védekezni a vetésfehérítő bogarak ellen, amikor a betelepedés megtörténik. Tehát itt célszerű egy megfelelő tartamhatású készítményt választani. Mi a Rapid CS készítményünket ajánljuk mindenkinek. Sárkeszi mellett vagyunk egy repcetáblánál, és szeretettel köszöntöm Dirici László ügyvezetőt, a Headland Hungária Kft. Vezetőjét. Azon morfondíroztunk itt, hogy mit jelent ez a Headland, de ezt mindjárt megvilágosított nekem, és azt, hogy mivel foglalkoztok pontosan. A Headland az tulajdonképpen az angol fejnek a egy kicsit magyarosított neve, a land az a földet jelent, tehát növénytáplálással foglalkozunk, speciális anyagokkal, lomtrágyákkal, biostimulátorokkal. Magas minőséget képviselnek a Headland termékek, árérték arányban egyik legjobb a piacon. A mi termékeink összetett termékek, törekszünk a harmonikus növénytáplálásra. Úgymond svéd asztalt kínálunk a növénynek, mert nem a szakember tudja, hogy mire van szüksége a növénynek, hanem a növény tudja eldönteni, hogy mit szeretne fölvenni. Kismányoki Andrással beszélgetünk Sárkeszi határában szintén, KVS Magyarország Agroservice menedzserével. Szintén egy repcetábla szélére álltunk ide. Umberto fajtátok van ide elvetve. Hogy alakult az idei repceszezonatok? Hát az idei repceszezon még most fog elkezdődni, úgyhogy a 2019-esről tudnak inkább beszámolni. Nagyon sikeres repceszezonon vagyunk túl. A Clefman piackutató cég által készített felmérések alapján is 20%-os piaci részesedést értünk el, úgyhogy ezzel bebiztosítottuk a piacvezető pozíciónkat itt Magyarországon. Ez egyrészt köszönhető a nagyon erős repceportfóliónknak, másrészt termelőknek, illetve partnereinknek, akik bíznak a hibridjeinkbe, valamint évről évre KVS-es anyagokat használnak. Tavasszal is nagyon hamar megindult, intenzíven, de sajnos az a szájos, illetve a hűvös időszak azért rányomta a bélyegét az állományokra, hogy ez az ország szerte, azért lehet látni, hogy nem olyanok az Umberto állományok se, mint egy kedvezőbb évve, de úgy gondolom, hogy arányaiban, amilyen kitettségeknek ki volt téve ez a hibrid, átlagos hibridekhez képest azért szebb képet mutat. Hát a klórpirifoszok kivonásával egy újabb akadályt kell leküzdenünk, de nyilván repcénket a továbbiakban is meg kell védenünk a károsítók foga alól. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szükségesebb lesz a későbbiekben a károsítóknak a monitorozása, és egy monitorozás alapján egy jó időzítéssel, egy tartalmatással bíró készítményt a továbbiakban is választhatunk. Az FMC részéről Rapid CSR egy tökéletes megoldás. Nagyon nehéz kukoricagyomírtás év volt az idei évben. Nem is nagyon emlékszem ilyenre még eddig, hogy azt lehet mondani, hogy országosan 50-60 napig nem volt csapadék. Ez alapvetően meghatározza egyrészt a gyomok kelését, másrészt a kukorica fejlődését, harmadrészt pedig nyilvánvalóan a kiválasztott gyomirtószerek hatékonyságát. Én úgy gondolom, hogy ha mondjuk egy kicsit jövünk közelebb, mondjuk ehhez a területhez, itt a Dinuro Gold nevű készítményt kapta, én ezt, hogyha egy szóval szeretném jellemezni, és az idei tapasztalatokat is ide beletenném, akkor azt mondanám, hogy ez egy évjárat független gyomirtóhatást tesz lehetővé. Hogyha valaki mondjuk a Dinuro-t választotta, és ebbe a középposzt technológiába kijuttatta,
akkor létrejöhetett az, hogy egy menettel, egy ilyen rugalmas készítménnyel, lefedve az egész gyomspektrumot, a széles hatásspektrumnak megfelelően, meg tudta oldani a gyomirtást, és az, akkor meg azt lehet mondani, hogy azért jóval 20 ezer forint alatt maradtunk hektáronként. Azt gondolom, hogy lassan odaérünk, hogyha az elmúlt évek időjárásait megnézzük, hogy nagyon szélsőségesek voltak, ebben megegyezhetünk. Ugye most a csapadékhiánnyal küzdünk, ha a tavalyi év májusát nézzük meg, akkor borzasztó nagy volt a csapadékmennyiség, hűvös volt az időjárás, tehát feltétlenül szükség van. Én azt gondolom, hogy lassan el kell gondolkodni azon, hogy egy stresszoldó, kondicionáló készítményt a technológiába be kell építeni. Magukat a növényeket jó karba kell helyezni, azért, hogy úgy tudjanak ezeknek az időjárási szélsőségeknek, de akár egy gyomirtószeres kezelésnek neki indulni, hogy sokkal nagyobb ellenállóságuk legyen. Egy terített asztalt, egy svéd asztalt tudunk a napraforgó elé rakni. Pontosan abban a fenológiai fázisban, 6-8 leveles állapottól kezdve lehet rárakni, amikor óriási igénye van rá. Tehát azt lehet mondani, aki már napraforgó termesztéssel foglalkozott, az tudja, hogy ettől az időszaktól, ahol most vagyunk, egy 3 héten belül a napraforgó egy jó másfél métert nőni fog. És virágban lesz. És virágban lesz. Tehát egy rendkívül intenzív növekedési fázisban, szakaszban van, amikor igenis szüksége van arra, hogy a tápanyagokat ki tudja szedegetni. Főleg egy olyan évben, amikor rengeteg időjárási kihívás éri a növénytermesztést, akkor még inkább sokat tud mondani egy ilyen bemutató, hiszen korántsem optimális körülmények között kell megmutatni akár a genetikai alapnak, tehát magának a hibridnek, vagy akár a növényvédőszernek a tudását. Nem voltak optimálisak az időzítések, nem voltak optimálisak a kijuttatás körülményei, vagy hideg volt, vagy meleg volt. Egy jól kifejlesztett növényvédőszernek ilyen körülmények között is kell dolgoznia. Én úgy hiszem, hogy az itt bemutatott termékek ilyen körülmények között is jól megállták a helyüket. Csak erős, összetartó családnak van fejlődőképes vállalkozása. Vallja Bárány László, a Mastergood cégcsoport ügyvezető igazgatója. Márpedig a Mastergood cégcsoport fejlődik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Sága nemrégiben történt integrálása. Maga a Sága, mint cég és mint egy kibővíthető tevékenységi kör évek óta érdekel bennünket. 4 évvel ezelőtt egyszer már tettünk erre kísérletet, hogy megvásároljuk. Az akkori angol tulajdonos udvariasan, de nemet mondott. Aztán változott a világ, változott a 3,5 évvel ezelőtt a Sága angol tulajdonossal kicserélődött. Az új tulajdonos úgy látszik, hogy nem tartott igényt a Ságára, de ez látható is volt. Egy megveszekedett fillért arra az üzemre, gyárra nem költöttek az elmúlt 5 évben. Mi tulajdonképpen pont azt a szinergiát láttuk meg, amit itt az előbb a bevezetőben jellemeztél, hogy mi egy erős baromfis cég vagyunk, nagyon magas minőségi sztenderdekkel állítjuk elő, többek között a csirkehúsaink is tényleg igazoltak GMO-mentesek, és ezért léptünk abba az irányba, hogy a Ságát megvegyük, meg is történt az adásvétel január 15-től, a miénk a Sága. A kellő szinergiák keresése és az összefésülése megtörtént. Ugye a Mastergoodnak van egy erős beszerzési és egy nagyon erős kereskedelmi apparátusa. Ennek a két rendszernek a részben a irányítási, de kisebb részben informatikai, számviteli integrációja gyakorlatilag az elmúlt 1-2 héten belül, vagy azt megelőzően befejeződött. Tehát van egy olyan új üzemünk, egy új cégünk, ami ugye 100%-ban Mastergood tulajdonos, amire egyrészt büszkék vagyunk az ottani emberek magas szakmai tudására, elkötelezettségére, és büszkék vagyunk arra, hogy mindezt 4 hónap alatt elértük, hogy Nyugat-Dunántúlon is van egy cég, amelyik úgy mondják, hogy bárányosan gondolkozik most már. Ez azt jelenti, hogy a piaci igényeknek és a piaci elvárásoknak megfelelően lép, cselekszik és fejleszt. Nem titok, a
ez évi terv a termelés egy intenzív fejlesztése és egy kis piacszerzés, de igazából a következő év vagy években arra gyúrunk, hogy a sárgából egy piacvezető és egy meghatározó töltelékáru üzemet vállalkozást alakítsunk ki, amely már nem csak Magyarországon meghatározó, hanem ki tudjuk vele lépni a környező országok piacaira is. A méretét tekintve ez a cégcsoport Kelet-Közép-Európa legnagyobb baromfis cégei közé tartozik, de az európai élmezőnyben is rajta vagyunk a BL 12-es, 15-ös táblán. Tavaly levágtunk durván 63 millió darab csirkét. Ha idén ez a vírusos járvány nyavaja nem üt be, akkor ez a 70 millió felé ment, hát így most alatta lesz a 70 milliónak. A mi cégcsoportunk egy teljes zárt integráció. Ebbe bele egyedül szántóföldöt nem művelünk, nem használunk, de egy kis kite vagy egy kis IKR szintjén itt is megvan az integrációs tevékenységünk, tehát növényvédőszert, szerves trágyát, műtrágyát, vetőmagot adunk ki a környék 500-600 gazdájának, akiktől visszaszerződjük, megtermeljük a takarmánygyártás alapanyag szükségletének egy több mint felét, a másik felét piacról megvesszük, és az így begyűjtött takarmányból, ha átadjuk jövő hónap közepén végén az új takarmánykeverőnket, évi 380 ezer tonna tápot fogunk tudni gyártani. Ez segítek egyfajta arányosítással. Magyarországon minden tápot beleértve, a szarvasmarha, sertés, bárány, bármilyen tápot, nem egészen 3,5 millió tonna tápot gyártanak, tehát ez egy nagyon komoly létesítmény lesz az egész életünkben, és ez hosszú távon ki fogja szolgálni a cégcsoportnak a élő csirke alapanyaggal történő ellátását. Ki is kell, hogy szolgálja, hiszen mi naponta két műszakban 240-250 ezer darab csirkét vágunk le. És ahhoz, hogy ez a napi 240 ezer csirke időben, minőségben pontosan bemasírozzon a vágóüzem nagykapuján, ehhez nagyon sok háttér dolog kell. Kevesen tudják, a McDonald's európai több mint 6000 éttermében a baromfi húsnak a 21%-át a Masterwood szállítja. Mi nem csak baromfisak vagyunk, hanem 100%-ban családi vállalat, vállalkozás, és ráadásul egy összetartó család a miénk, mert azt látom, hogy csak erős, összetartó családnak van erős, fejlődőképes vállalkozása. A szeszélyes április nem sok jót tartogatott a gyümölcstermesztők számára. A Magyarország legszebb birtoka első kiírásának győztese, Somodi Ferenc gazdaságát sem kímélte a fagy. A tanyán körül van a teljes birtok, most úgy néz ki a birtok szerkezet, hogy csak gyümölcstermesztésre foglalkozunk 30 hektáron. Almával kezdtem annak idején, 98-ban telepítésem, akkor még nagyon az alma volt. Ment. Egyébként most lehet, hogy majd újra menni fog, mert egy kicsit ez a tavalyi év ez az alma árakban visszatükrözi azt, amit gondolok, hogy azért nagyon sok almást kivágtak, és egy kicsit megfordulni látszik az elmúlt évek rossz tendenciája. De lényeg az, hogy almával kezdtem, és időközben váltottam csonthéjasra, szilvával, rajszival foglalkoztam, kezdtem el foglalkozni ezek az ültetvények mai napig meg. A területnek a túlnyomó része, a háromnegyede nagyjából most már csonthéjas. Hát Kajszi úgy jött, hogy olasz tanulmányi úton láttam, szerettem bele a Kajsziba, és ugye a Kecskemét környéki Kajszi hagyományok
mentén elindulva próbáltam újabb fajtákkal ezt feleveleníteni, és hát több-kevesebb sikerrel. Azért nagyon, nagyon jó fajták vannak már, nagyon jó fagytűrő fajták vannak. Tehát ugye azt a lényeges, a leglényegesebb része a gajci termesztésnek, hogy a fagyvédelmet hogy tudjuk ma kezelni. És találtam egy-két olyan fajtát, ami nagyon jól szerepelt az elmúlt években. Ezeket próbálom. Illetve szilvával még egy kicsit korábban indultam, mint Bajszival. Azt szintén német fajtákat telepítettem annak idején, és ezeket tartom termesztésben mai napig. Mivel, hogy német exportra dolgozok, nagyon jó német kapcsolatom alakultak az elmúlt 15 évben durván. Úgyhogy a szilva teljes egészében exportra kerül, és ezért is német fajták nagy részt. Most sajnos van egy ilyen évünk, hogy hát én az elmúlt, hát most már 22 évben csinálom ezt a szakmát, és én ilyen fagyra nem emlékszek, hogy ennyire durván elfogytunk volna. Nem csak én, természetesen sajnos itt az egész környék, tehát ez a Bács megyei rész, Pest megye déli része állítólag az országban itt volt a legnagyobb tavaszi fagykár, úgyhogy ez most nem az a év, amire vártunk, sajnos ez nagyon rosszul indul. De hát megyünk előre, nyilván ez a szakma nem arról szól, hogy egy évet nézzünk, hanem nyilván egy több évet kell egyben nézni, és azt kell értékelni, hogy abból milyen eredmény születik. Az integrált növényvédelem folyamatos fejlődésben van. A jó terméshez, az egészséges növényhez védekezni kötelező. Véli Kujáni Lászlóné Cser Olga, a Növényorvosi Kamara alelnöke, az év agrárembere első kiírásának győztese. Hát az integrált növényvédelem mindenféleképpen az egy rettenetesen fontos dolog, ugyanis az integrált növényvédelemben az Európai Uniós csatlakozás után olyan mértékű a növényvédőszer hatóanyagok korlátozása, hogy itt olyan technológiákat kell kitalálni, amelyekkel szinte azt lehet mondani, hogy kis hatékonysági növényvédőszerrel teljes hatékonyságot lehet előállítani. Na most ez azt jelenti, hogy a növényvédőszereken kívül az összes lehetőséget, biológiát, tápanyagellátottságot, a talajkondicionálást, mindent be kell végezni ahhoz, hogy mi minőségi terméket tudjuk előállítani úgy, hogy az alkalmazható növényvédőszerek palettáját használjuk fel. Ez egy nagyon nagy probléma, és ami még rettentő nagy probléma az, hogy a különböző rovarok az időjárási körülmények között olyan mértékben szaporodnak el, amik egyébként nem is voltak külsősak nálunk, hogy ezek elleni védekezést óriási problémát jelent. Így a szükséghelyzeti engedélyeknek a sokasága kerül kényezésre, hatóságnál, mert egyszerűen képtelenek vagyunk a rendelkezésre álló jelenlegi palettával gyéríteni olyan mértékben a kártevőt, hogy az ne okozzon gazdasági kárt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most már a Fruitweb-el meg a különböző zöldségtermesztő gazdálkodókkal azon dolgozunk, hogy a különböző európai országokban engedélyezett egyéb készítményeket az ott lévő analitikai vizsgálatok alapján engedélyezze a magyar hatóság, hogy egyáltalán le lehessen küzdeni egy szabadföldi termesztésbe, például a tripset dinnyébe, vagy az atkáta dinnyébe, vagy a tripset a szamócába, vagy a liszteskét a különböző zöldségkultúrákban. Ez egy nagyon-nagyon fontos része most jelen pillanatban a növényvédőmérnöki kamarai feladatban. Kötelező védekezni a gyümölcsültetvényekben. Mindegy az, hogy most alma vagy megyő, bármiről beszélünk, attól függetlenül a fagykár érte, ugye a növényeket, egészségi állapotokat meg kell védeni. Nem beszélve róla, hogy az integrált növényvédelem
szempontjából rendkívül fontos az, hogy jó kondícióba tartsuk az ültetvényt, mindegy, hogy milyen gyümölcsről beszélünk, mert ez meghatározza a betegségekkel és a kártevőkkel szembeni ellenálló képességet is. Sőt, mi több, azt is el kell mondanom, hogy a növények nagyon legyengülnek, és a növényeknek az ellenálló képessége, vagyis a vigora határozza meg egyébként azt, hogy mennyire tud az integrált növényvédelem alkalmazása mellett a termésmennyiségnek megfelelni. Tehát nagy termés egy jó kondíciójú növénytől várható, annak ellenére, hogy jó növényvédelmet is kell, hogy alkalmazzunk. Az integrált növényvédelemmel kapcsolatosan nem csak a növényvédőszerekre kell, vagy a biológiai készítményekre, amelyeket a kártevők és a kórokozók elleni védekezésben használunk, hanem egyébként kompletten kell nézni az egyes fajokra vonatkozó tápanyagellátottságot, illetve életképességet, kondíciót. És ez rendkívül fontos, és most erre kell, hogy felhívjuk a figyelmet. Társaságunk és ezzel együtt a mezőgazdasághoz kötődő Raiffeisen márka név 1996-ban indult Magyarországon, RVA Magyarország Kft. Néven az ausztriai Raiffeisen Ver Ausztria 100%-os tulajdonú leányvállalataként. A vállalat tulajdonosa elkötelezte magát a magyar mezőgazdaság támogatása és fejlesztése mellett, és egységes stratégiát kialakítva hosszú távon tervezte meg működését. Az RVA Magyarország Kft. A magyar mezőgazdaság kis, közép és nagy termelőit, illetve vállalkozásait szolgálja ki az agráriparhoz kapcsolódó termékekkel, úgy mint vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek, gázolaj és kenőanyag, illetve széles körű kapcsolati tőkével rendelkező terménykereskedőként segíti a gazdálkodókat a nyereséges gazdálkodásban. Alapvető célkitűzésünk, hogy partnereinket segítsük a piacra jutásban, ami azt jelenti, hogy termelőink a céljaikat maradéktalanul valósíthassák meg, minőségi terméket gazdaságosan állíthassanak elő. Felhasználjuk és kihasználjuk az anyavállalat nemzetközi tapasztalatát, de figyelembe vesszük a hazai sajátosságokat és termelési tapasztalatokat. Magyarországon cégünk már országos lefedettségű, központi telephelyünk Ikrényben található, valamint további telephelyekkel rendelkezünk Csongrádon, Kerekharaszton és saját kikötőnk van Baján. Mindenhol nagy terménytárolási kapacitással bírunk. Ikrényi és csongrádi telephelyeinken pedig szállító és tisztító berendezések is megtalálhatóak. Input anyagraktárokkal szinte minden telephelyünkön rendelkezünk, ezzel biztosítva a gyors kiszállítást partnereinknek. Bajai kikötőnk közúton, vasúton és vízi útvonalon is megközelíthető. A vállalat legfontosabb értékei, amelyeket tevékenysége minden területén maximálisan szem előtt tart, a minőség, a megbízhatóság, a folyamatos innováció és a rugalmasság. Cégünkkel kapcsolatos további értékes információkért és árakért keressen minket bizalommal!